Az Európai Unió vezetése finom figyelmeztetéssel üdvözölte Boris Johnson új brit miniszterelnököt. Brüsszel elutasítja Johnson Brexit követeléseit. Az EU Brexit főtárgyalója Michel Barnier a Twitteren azt írta, hogy konstruktív együttműködést vár, amivel ratifikálhatják az Egyesült Királyság kiválásának feltételeit. A francia államfő azt mondta, ahogy Boris Johnson hivatalosan kormányfővé válik, fel akarja venni vele a munkakapcsolatot. Az Európai Bizottság új elnöke, Ursula von der Leyen, a kötelességekre hívta fel a figyelmet. Kihívásokkal teli időszak vár ránk. Nagyon fontos, hogy jó munkakapcsolatot alakítsunk ki, mert az a kötelességünk, hogy olyan megállapodást kössünk, ami jó az embereknek Európában és az Egyesült Királyságban egyaránt, mondta. A vezető nagyhatalmak közül talán Donald Trump amerikai elnök fogadta Boris Johnson megválasztását a legnagyobb örömmel. Egy nagyon jó embert kapunk az Egyesült Királyság kormányának élére. Azt mondják, ő a britek Trumpja, és ennek jó néhányan örülnek oda át. Ezt akarták, erre volt szükségük, mondta Donald Trump. Boris Johnson szerdán költözhet be a brit kormány székhelyére a Downing Street 10-be. Ő lesz a 14. miniszterelnök II. Erzsébet uralkodása alatt.